Véget ért a 2021-es Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. Megtartották a záró ünnepséget Szekszárdon. A 2010-ben indult kezdeményezés keretében Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta területeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók, magyar gyerekeket és családokat segítő szervezeteknek. Határainkon innen és túl közel 100 ezer magyar család mindennapi kenyeréhez járulva ezzel hozzá. Idén is elérkeztünk ehhez az ünnepélyes záró ünnepségéhez, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programnak. Itt minden évben ugye egy kicsit számadást készítünk. Augusztus 20-áig tartott tolnamegyében is, mint országosan is a gyűjtés. 91 gazdálkodó adományozott, és ennek a 91 gazdálkodónak köszönhetően 9,3 tonna búza adomány gyűlt össze. Ami örömteli hír, hogy három szervezetet tudunk megajándékozni ebből a mennyiségű lisztből. Mindegyik szervezet egy-egy tonna lisztet fog tudni szétosztani a rászoruló családok részére, és ez a három szervezet pedig a Dunamenti Polgári Egyesület, a Gyulaért Alapítvány és a Paksi Caritas csoport. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, hogy az idei asszályos időjárás ellenére nagy volt az adakozási kedv, és így közel ugyanannyi termény gyűlt össze, mint a tavalyi évben. Tolna megyében is van egy stabil gazdálkodói réteg, egy stabil mag, aki minden évben adományoz a Magyarok Kenyere program keretén belül. Ezt szeretnénk azért mindig bővíteni, viszont az idei év nem igazán volt kedvező időjárási szempont, és ez azt gondolom, hogy a búzák minőségére is rátette a névjegyét, és sajnos kevesebb volt a malmi minőségű búza, ezért úgy gondolom, hogy az adományok mennyiség és az adományozók számát is ez mindenképpen befolyásolta. A megadományozott egyesületek boldogan vették át az oklevelet. A Paksi Caritas csoport például Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől. A szervezet közel 150 rászorulónak segít. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül nagy segítséget jelent, hiszen szervezetünk adományokból él, rengeteg adományt kapunk, ide beletartoznak a használt ruháktól a készpénzig mindenféle adomány, és most ezzel a lehetőséggel óriási segítséget fogunk tudni biztosítani azoknak a rászoruló embereknek, akik hetente 2 alkalommal megfordulnak nálunk azért, mert szeretnének valami adományhoz hozzájutni. Egy rendkívüli kezdeményezés, én azt gondolom, de ez csak az én személyes véleményem, hogy az ilyen adományoknak mindig nagyon kell örülni, hiszen a rászoruló embereken való segítség az minden ember számára egy igen nagyon nagy karitatív dolog. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, örül, hogy ők is részt vehetnek az adományozásban. Nagyon nagy tisztelettel köszönjük ezt a lehetőséget, örömmel tölt el bennünket, hogy ez a megtiszteltetésért, hogy Magyarok Kenyere jótékonysági akció keretében mi lehetünk az egyik lebonyolult a szervezet, mi lehetünk az egyik fontos láncszem, amely gyakorlatilag az önkéntes társadalmi felelősségvállalásból származó adományokat, a mindennapi kenyerünket eljutatja a legrászorultabbak asztalára. Én bízom benne, hogy ennek a feladatnak megfelelő módon eleget fogunk tenni. Annál is inkább, mert ugye egyesületünk a Dunamenti Polgári Egyesület, ugye Tolna megyében a civil központi szerepet és tevékenységet ellátja, úgyhogy széleskörűen van kapcsolatunk a megyei civil szervezetekkel, illetve a közösségépítő munkánk eredményeként rendezvényeink kapcsán nagyon sok emberrel, nagyon sok közösséggel vagyunk kapcsolatban, tehát megfelelő rálátásunk van arra vonatkozóan, hogy hol vannak azok a személyek, hol vannak azok a családok, ahol ez a segítség, az az adomány jól jöhet, nagy segítséget fog jelenteni. Alapvetően ugye az egyesületünk, amikor létrejött itt Szekszárd térségében, a Dunához közel, Duna mente tájékán, mint egy 20 települést érintően szerveztük meg tevékenységünket, illetve jelöltük ki a célterületet, úgyhogy valószínűsíthetően a tevékenységünket is, tehát ezt az adományt is majd ebbe a Szekszárd térségében fogjuk szétosztani, de természetesen ahol a legrászorultabb, a legnagyobb igények lesznek, ez lesz a fontossági sorrend. A Dunamenti Polgári Egyesületnek Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője adta át az adományozó oklevelet.
A Magyarok Kenyere program az egyik legsikeresebb nemzeti összetartozás szimbolizáló program, ami egyik oldalról bemutatja azt a több száz éves hagyományt, hogy valóban a vidéki gazdálkodó, úgymond parasztember verejték árán kereste meg a kenyerét, és hogy ennek régen milyen nagy tisztelete és becsülete volt. Erre kívánja egyik oldalon felhívni ez a program a figyelmet. A másik oldalon meg az adományozásról, hiszen a mostani program is egy olyan adományozás, amikor Tolna megyei gazdák ingyenesen felajánlották a termésüknek egy részét, amelyben Tolna megyei malomban búzát öröltek, amiből liszt lett, és a megyében három civil szervezet több száz Tolna megyei rászoruló családnak juttatja el azt a liszt adományt, amely egy pillanatra is, de az adott családnak, illetve közösségnek az életét egy kicsit ünnepibbé teszi. Tehát jó ezt megtermelni, jó adományozni, és így összességében azt is szimbolizálja, hogy mi magyarok határokon innen és határokon túl is büszkék vagyunk az identitásunkra, a hagyományainkra, a nyelvünkre, a hitünkre, és arra a vidéki háttérre, amiből ezt a közösséget, mint ahogy említettem, évszázadokon vagy évezeteken keresztül építettük. Az eseményen részt vett Zsikó Zoltán, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Tolna megyei nagykövete is. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a gazdák idén is mellénk álltak, és a jó szándékuknak és a jó szívüknek köszönhetően támogatták ezt a kiváló programot, melynek köszönhetően nagyon sok család fog majd részesülni ebből a búzából. Ugye többször beszéltünk már arról, hogy szimbolikus jelentősége is van ennek a programnak, hiszen a magyar nyelvterületről, a Kárpát-medencéből és a Párciumból jöttek össze ezek az adományok, és ezeket az adományokat, lisztadományokat összeöntjük, és ebből készül a liszt, és tulajdonképpen nagyon szépen szimbolizálja azt az egységet, amelyben mi magyarok és a magyar gazdák gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy nekem legfőképpen az a feladatom itt a mai eseményen, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki támogatta azt, hogy ez a program ez ilyen sikeres lehessen, és kívánom, hogy a jövőben is legalább ennyit, de ha lehet, akkor még több búzát és lisztet tudjunk majd felajánlani. Mindenképpen nagyon megtisztelő, hogy én lehetem ebben az évben ennek a programnak a nagykövete. Én igyekeztem mindent megtenni a személyes kapcsolataimon és a különböző megjelenéseimen keresztül annak érdekében, hogy ezt a programot népszerűsíteni tudjam. Egészen biztosan ez a program nélkülem is ugyanilyen sikeres és népszerű lehetett volna, meg lett volna, de azt gondolom, hogy inkább ez nekünk megtisztelő, hogy egy ilyen programnak lehettünk a részesei, de természetesen sok gazdával, sok vállalkozóval, különböző beszélgetések folytán egyeztettem azért, és egyeztettünk arról, hogy ki milyen módon tudja ezt a programot segíteni. Úgyhogy én magam részéről azt gondolom, igyekeztem ebbe sok energiát beletenni. A program első évében, 2010-ben 10 tonna gabonát tudtak összegyűjteni. Ez mára már több mint százszoros ára nőtt.